Ha olcsó és megbízható magyar oldalról szeretnétek zsetont vásárolni, válasszátok a foodpark.com nevezetű weboldalt, és használjátok a Krisztián kuponkódot további kedvezményekért. Sziasztok és üdvözlök mindenkit, én Krisztián és ebben a videóban egy újabb pack openinget hoztam el nektek. Srácok, ebben a videóban viszont szeretnék egy fontos dolgot elmondani, miközben beváltjuk a rivardot, amely nem más lenne, mint hogy most szombaton, a leírás első sorában megtaláltok egy eseményt, amely nem más lesz, mint a Media Mart FIFA 18-as döntője, ahol jelen leszek Molnár Gabó, Curtis, Gangsta Zoli és egyéb más sztárok is ott lesznek, nem mintha én közéjük tartoznék, vagy bármi ilyesmi, ne értsetek félre. 75 ezer zsetont kaptunk, valamint egy Premium Team of the Season packet, Domonkos megengedte egyébként, hogy hagynissam ki most a csomagokat, és ebben a videóban szeretném nektek elmondani, hogy akkor szombaton, hogyha esetlegesen eljöttek, akkor lehet ellenem játszani, Gabo ellen is játszhattok, majd beszélgethetünk, stb. 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 Úgyhogy a leírás első sorában meg fogjátok találni, a Facebookos linket, ami gyakorlatilag az eseménnyel kapcsolatos, minden le van írva, hogy mikor kezdődik, stb. stb. És fontos információ még, hogy ugye Damina is, akivel együtt játszom itt az akkunton, ő is versenyezni fog, ugyanis bekerült a döntőbe, így hát majd lehet neki szurkolni, aki esetlegesen szeretne. Na de akkor ugorjunk neki itt a csomagoknak, és gyorsban nyissuk is ki az első 50 k csomagot. Hát én nagyon merem remélni egyébként, hogy nyitunk valami értelmes játékos, ez talán info, azt hittem inform. Uh, hát ez Gengusz, Hertha kapusa, méghozzá Járstein név szerint. Nem mondható jónak azért, de... De reméljük a következő csomagban nagyobb szerencsénk lesz. A többi kettő az gyors aladás. Bepörgetjük egy kicsit, hagyd szóljon, és jöhet is a következő 50 kás csomag. Ugye már csak holnapig vannak be. Tessék. Ja, értem. Tehát az 50-kás csomagból egy ö, Gomez a legjobb. Az úgy elég derék gyerekek. Hát az kitett magáért. Na mindegy, nyissuk ki a Team of the Season ö, pakkot. Nem sok mindent várok ebben a csomagban. Megmondom az őszintét, mert Hát az előző héten azt hiszem talán egy 81-es játékos volt, talán a legjobb, vagy ez három hete volt? A fene se tudja, lényeg az, hogy kaptunk már nagyon rosszat, nagyon jót is, viszont most nyílik ez a csomag. Na, let's go! Kék csillanó természetesen, kettő darab team of the season. Glik. Hát ezt, ezt elhittem, hogy ez egy lewandowski lesz gyerekek. Ehelyett egy 94-es Gliket nyitunk. Hát ha most ez mögött egy nagyon rossz játékos van, akkor én nem tudom, mit csinálok, de ennek nincs értelme gyerekek lejátszani a weekend-léget. Tehát ez mi? Egy Wordi. Na, legalább ő talán ér valamit. 160 ezer zseton. 160 ezer meg glik szerintem abszolút nem ér semmit. 70 ezer, maximum 80 ezer ér megy el. Tehát ez azt jelenti, hogy. Ö, 160, 2.40, mondjuk, durván 2.50 plusz a zseton, ezer zseton folyt be egy elit 2ből. Hát erős gyerekek, erős, minden esetre el fogom adni ezt a kettő darab játékost, és akkor gyorsan még itt a videóban ránézek, hogy ö, nem -e olcsóbbak lettek a kiszemelt játékosok, ugyanis jövő héten csak egy nemzetiségű csapattal lehet játszani a Weekend League-ben. Ezt remélem, hogy még sokan ö, nem tudtátok, és most ez akár segítségetekre lehet. Valamit ronaldo is egyébként próbálnám megvenni, de... Hát nem tudom, 3,6 milliót azért én adnék érte, de... Hát a fene se tudja, megpróbálom a Wordit eladni, meg ezeket, és meglátjuk. Lehetséges, hogy megveszem ezt a Team of the Year Ronaldot. Úgyhogy találkozunk, srácok, a következő élőadás vagy videó formájában, viszont a YouTube csatornámon lesz egy kis meglepetés, ugyanis, hát vásároltam úgymond 50 darab World cup csomagot, amely azt jelenti, hogy ilyen kis paninis kártyák lesznek benne, de erről majd később szeretnék ő bővebben beszélni, érkezni fog egy World cup sorozat, úgy, mint ahogy régen is volt. Mert tudom, hogy egy kicsit elhanyagoltam a YouTube csatornámat, ezért elnézést kérek, viszont megpróbálom azért bepótolni a lemaradást és egyéb dolgok. Úgyhogy srácok, a videó lényege 300 valahány ezer zsetol jött be a Weekend League-ből, szombaton tudunk találkozni, ha a Media döntőre kijöttök és minden fontosabb dolgot megtaláltok a leírásban. Úgyhogy találkozunk tényleg a következő videó vagy élőadás formájában. Én Krisztián voltam, további szép napot kívánok mindenkinek, ha pedig még nem tetted meg, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, és jelezd vissza egy lájkal, like hogy hogyha szeretnéd látni már azt a World sorozatot, mert szerintem ilyen összetett sorozat még soha nem volt a csatornámon, mint amennyire én azt meg szeretném csinálni nektek. Na, szevasztok gyerekek, további szép napot mindenkinek!